A gerincferdülés a gerincoszlop kúros oldalirányú elgörbülése. Ezt a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okozza. A legtöbb oldalirányú gerincferdülés még a pubertáskor előtt, 10-12 éves korban kialakul. Az intenzív növekedés miatt a serdülőkorban fokozódhat a deformáció. A gyermekeknél problémát okozhat a nem megfelelő táska viselése, bár a divatos iskolatáska esztétikailag megnyerőbb a diákok körében, egy vállon átvett típus akár a gyermek hátának sérülését is okozhatja. A túl nehéz és nem megfelelően hordott táska meghúzhatja az inszalagokat és az izmokat, sérülést és fájdalmat okozva a nyakban és a derékban. A biztonságos táska az első osztályosoknak a legfontosabb. Olyan fajta táska legyen, ami könnyű. Most már léteznek 1 kiló ösztömeg alatti táskák, tehát abba azért, ha belepakolnak még 3-4-5 kilós cuccot, akkor is azért jelentősen könnyebb, mint hogyha egy nehéz táskával indulunk. És ugye minden táskának a kialakítása most már ergonomikus, tehát próbálja a gyerekek testfelépítését követni, védi a hátat, egyenesen tartja a gerincet. Mindenképpen az elsősöknek a két pántos táskát ajánljuk, két válpántosat, háti táskákat, és olyat, aminek a talpa merevebb, mint hogyha a pad mellé letesznek, akkor megáll, mert a sima, egyszerű háti táskák azok elborulnak, és abban minden összeborul akkor. Tehát az majd a nagyobbak, ők már rendbe tudják tartani. Az elsősöknek még jobb, hogyha megáll a pad mellett. A megfelelő és biztonságos táskának 4 alapismérve van. Széles és párnázott az állítható válla, 2 válpántja van, ez biztosítja ugyanis a gerinc stabilitását. De nem csak a válla, hanem a háti része is párnázott. Ez enyhíti a nagy súly hordozását, illetve több rekeszből áll, ami segíti a cipelni valók egyenletes elosztását. Az ergonomikus táskáknál a gyermek növekedésével állítható a válpánt magassága. Ha ezt a tépőzárat kihúzzuk és különböző helyre fűzzük, akkor ahogy nő a csemete, úgy lehet állítani ezt a magasságot, feljebb kerül a válpánt, vagy lejjebb, attól függ, hogy milyen magas a gyermek. És ugye ezek a pántok, ezek itt szépen ellógnak, de ezek fontosak, hogy itt legyenek, mert ezek azok, amik megkönnyítik a táska viselését és védik a hátát. Tehát, ha egy ilyen bő válpánttal veszi fel és elkezd futni, akkor ez pattog a hátán, ütögeti meg, rángatja hátrafele. Viszont, hogyha felveszi, belebújik és ezeket a pántokat megfeszíti mind a két oldalon, akkor odahúzza a hátához. Mint a legtöbb betegségnél, a gerincferdülésnél is fontos a korai felismerés. Ebben nagy szerepük van a szülőknek, az iskolaorvosnak és a pedagógusnak is. A kezelés a betegség mértékétől függ. Egy 20 foknál kisebb görbület esetén elegendő a gyógytorna. Ennek célja a hátizomzat erősítése. A speciális torna kiegészítéseként az úszást javasolják a szakemberek. 20-25 fokos görbület esetén már a fűző viselése is ajánlott. A 45 fokot elérő gerincgörbület esetén azonban már elkerülhetetlen a műtét.